Épp az online eligazítást hallgatják a Lázár Ervin országos anyanyelvi verseny döntőjébe jutott diákok. Többek között a Csipet csapatnévre hallgató Szekszárdi Garai János gimnáziumból bejutott csoport is. Az én magyar tanárnőm Erdinger Ferencné mondta nekem ezt a versenyt, és mondta, hogy ha szeretnék, akkor szervezzek egy csapatot. Úgyhogy igazából a barátnőimet választottam a csapatba, akikkel úgy gondoltam, hogy jól tudok majd együtt dolgozni. A csapat harmadik tagja azonban Németországból vesz részt a megmérettetésen, de mivel a vírushelyzet miatt digitális formában rendezik meg a versenyt, ennek sem volt akadálya. Az online oktatás során gyakorolni tudtuk, hogy működik ez az internetes kommunikáció, úgyhogy szerintem jól meg fogjuk oldani. És hogy milyen eséllyel indulnak a lányok a győzelemért? Nagyon készültünk rá, és a tanárnő is igen sokat foglalkozott velünk, úgyhogy szerintem van esélyünk, még akármi megtörténhet. Mi szerintem megtettünk mindent tőlünk, tehát tényleg sokat gyakoroltunk rá, a tanárnő is nagyon sokat foglalkozott velünk, úgyhogy szerintem megteszünk mindent, amit tudunk, aztán meglátjuk. Rajos Judit, a Szekszárdi gimnázium igazgató helyettese, a verseny főszervezője úgy nyilatkozott, nagy próba elé állították őket a pandémia miatt bevezetett intézkedések, de a szervezőkkel igyekeztek mindent kihozni az új helyzetből. Próbálunk minden évben olyan feladatokat, nyelvészeti feladatokat kínálni a diákoknak, a fiataloknak, amely valóban elnyeri a tetszésüket, és úgy látjuk ezt, mivel most már 11. éve újra és újra meghirdetjük a versenyt, és van szép számmal jelentkező is a versenyre, hogy talán célba is talál a szándékunk, a törekvésünk. Szép számmal jelentkeznek a csapatok a versenyre, hiszen ez egy csapatverseny, két fordulóból áll. Valószínű, hogy ez is növeli a népszerűségét, hogy nem egyénileg kell megmérettetni magukat a diákoknak, hanem együttműködhetnek, együtt dolgozhatnak, és tényleg igyekszünk minél kreatívabb feladatokat kínálni számukra. Tehát nem a megtanult, bebiflázott tananyagnak a visszaadásáról van itt szó, hanem valóban nagyon fontos készségeket mutathatnak meg. Amiben ügyesek, jók, igyekszünk ilyen típusú feladatokat összeállítani. Az idei év nagy próba elé állított bennünket ugye a járványhelyzet miatt, mindkét fordulót online formában rendeztük meg, most a döntőt is, ilyenre még nem került sor eddig, és hát itt is próbáltuk a lehetőségekhez mérten kihozni a maximumot a versenyből. Az érdekessége az idei évnek az, hogy egy nyelvészeti tanulószobán kell végigjutniuk a versenyzőknek, amit azután egy újabb érdekes feladattal, egy táratvezetéssel folytathatnak, és mindezt az online térben kell majd megvalósítaniuk. Idén 27 csapat jelentkezett a versenyre az ország különböző pontjairól. A döntőbe 6 társulás jutott be, Kaposvár, Budapest és Szekszárd városokból. A feladatok több ponton kapcsolódtak a Tolnai megyeszékhelyhez. A szervezők azt kérték, hogy a Mészöly centenárium kapcsán a feladatok Mészöly Miklós életművéhez kapcsolódjanak, természetesen nyelvhasználati szempontból. Másrészt a gimnázium is jeles évfordulót ünnepel ebben az évben, 125. éves évfordulóról van szó, ezért a versennyel szerettünk volna hozzájárulni ennek az évfordulónak a méltó megünnepléséhez is. Az első fordulóban próbáltuk a hagyományos dolgokat az új digitális trendekkel összekapcsolni, ezért a tájszavak gyűjtésétől kezdve a képregénykészítésig mindenféle feladatot kaptak a csapatok, amiket nagyon színvonalas módon meg is oldottak. A második fordulóban döntőbe 6 csapat jutott be, és hát itt egy újabb kihívás volt a zsűri előtt, mert hogy egyrészt ennek a döntőnek a koncepciója mindig az szokott lenni, hogy egy kicsit a gimnáziumot és a várost is megismerhessék az ide látogató csapatok, hiszen egy országos versenyről van szó. Erről az idén sem szerettünk volna lemondani. Másrészt az ősszel, amikor elkezdtük a feladatokat összeállítani, akkor már gondoltunk arra, hogy valószínűleg ez a verseny is digitális formában, online formában lesz csak megszervezhető. Ezért ezt a kettőt próbáltuk összekapcsolni, és egy olyan online szabadulásokat,
fordulószobát terveztünk, amelyben a résztvevők bepillanthatnak egy kicsit a gimnázium életébe is, és Szekszárdváros kulturális művészeti értékeit is megismerhetik. A döntőben nem csak a tárgyi tudásukról és a nyelvhasználati készségükről kell a diákoknak tanúskodni, hanem bízunk abban, hogy a kreativitásukat is meg tudják mutatni, és hogy egy nagyon jó hangulatban eltöltött napot tudhatunk ma magunk mögött. A délutánig tartó verseny győztese a budapesti 7. kerületi Madách Imre gimnázium csapata lett. A szekszárdi Garai János gimnázium csipet csapata 2 ponttal csúszott le a második helyről.